A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntjük Önöket a Fehérvár TV Nálatok Mizu adásában. Ez most egy újabb különleges adás, ugyanis Kovács Szilvi helyett a mai napon én leszek a műsorvezető. Igyekszem ennek a feladatnak nagyon megfelelni, azonban mindenképpen elmondanám, hogy látássérültként hajtom ezt most végre, de remélhetjük és reméljük, hogy ez nem fog majd látszani az adáson. Először is bemutatnám vendégeinket, akik már állandó tagként negyedévente itt vannak és beszélnek arról, hogy éppen náluk Mizu. Először is a hölgyekkel kezdeném. Üdvözöljük Kovács Szilvit, a Fehérvár Televízió műsorvezetőjét. Szia, Szilvi! Én is üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon örülök, hogy végre te vagy a műsorvezető, Zsófi. Köszönöm, én is nagyon örülök ennek a lehetőségnek. Gábor atyát is köszöntjük az Öreghegyi plébániáról. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és természetesen téged is. Köszönöm. Keller János, a Vörös Marti Színház, Székesfehérvári Vörös Marti Színház színészét. Mi mást mondhatnék, mint én is szeretettel köszöntöm a kedves televízió nézőket és téged is, Zsófi. És természetesen dr. Csápalkovics András polgármester urat is köszöntjük közöttünk. És köszöntelek téged, Zsófi, és természetesen a kedves nézőket, és ott Mokkát mellett a földön. Igen, ő is műsorvezető társként ma itt lesz velem. Az első kérdésem egy kis bemelegítő kérdés lenne, ugyanis a motomra húznám föl én most ezt a mai adást arra, ugye, hogy minden ember képes, csak mindenki másképp képes, de mielőtt ezt egy kicsit így boncolgatnánk, illetve hoztam nektek egy kis kihívásos feladatot is, hogy izgalmassá tegyem az adást, előtte megkérdezném a standard kérdést, hogy nálatok Mizu, és így Gábor atya felől esetleg, ha elindulhatunk. Nekem a legizgalmasabb élményem így az elmúlt időszakból az, hogy itt volt a húsvét, és a húsvéti szertartások ismét itt voltak. Én nagyon féltem tőle, mert amikor most már 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy a szívemmel probléma van, akkor pont a húsvéti ünnepekhez kapcsolódott, és akkor nagyon-nagyon kifulladtam. És most így készültem, hogy most megint nehéz lesz, meg sok lesz, meg kifáradok, és tulajdonképpen nagyon-nagyon jól sikerültek. Most ezért lehet, hogy furán hangzik a szertartások, és nagyon szép élmények voltak. Egyet hadd emeljek ki, ami nem is annyira a szertartáshoz kötődik, hanem ilyen saját élmény. Valamikor még ilyen kölyök koromban volt egy ilyen szokás, meg azt hiszem, hogy azóta is talán van, hogy nagy szombaton a szentsírokat végiglátogatjuk a városba. Ugye ezek a szentsírok ugye a templomokban kialakított olyan emlékhelyek, ahol tulajdonképpen a halott Jézusra emlékezünk, hogy picit megállunk, imádkozunk, csendben vagyunk. És kitaláltam, hogy az idén akkor így körbe megyek, és minden templomba elmegyek, hogy megnézem a szentsírt, még egy picit imádkozzak, úgyhogy rollerre pattantam, és így körbe rollereztem a város templomait, és ez így nagyon nagy élmény volt. Egyrészt ott azokon a helyeken megállni, egy picit úgy arra a közösségre is gondolni, ahol éppen az adott szentsír volt, meg egy picit ezt a... Én szerettem volna ezt a nagy szombatot úgy megélni, hogy az tényleg így az elcsendesedés napja tudjon lenni, hogy akkor úgy tudjanak megérkezni a húsvét ünneplésébe, és most azt hiszem, hogy talán sikerült, és talán ez a kis saját szertartásom is segítette, úgyhogy ha valami élmény, akkor most ezt hoznám ide. Akkor ez egy igazán kellemes húsvét volt. Igen, szép ünneplés volt. A húsvét vasárnap 5 órakor, hajnali 5 órakor kezdtük a szertartást Öreghegyen, úgyhogy ez is egy nagy élmény volt, hogy sötétből indultunk, és a fénybe érkeztünk bele. Én már egy pár éve ezt így csináljuk. Nem voltak tömegek, de azt hiszem, hogy akik el tudtak jönni, jól tudtak lenni, azoknak ilyen formában is élmény tudott lenni a húsvét ünneplés. Egy picit így a saját bőrükön élték meg ezt a sötétből világosságba érkezést, úgyhogy ez egy szép szimbóluma az egyház gyakorlatának. Egyféle virradás, úgymond. Igen, szó abszolút, szerint. Abszolút, abszolút. Mindig amúgy gyönyörű egy nap felkeltei, még a kis maradék 1% látásommal érzékelem a nagy napkorongot, ahogy fölérkezik az égen, és egyszerűen ámulva és csodálva nézem mindig a nap felkeltéket, szerintem nagyon-nagyon szépek tudnak lenni. Igen. Köszönöm. Szilvi, nálad mi újság, Mizu?
Hát amikor utoljára beszélgettünk, akkor szerintem az erdélyi utazásunk előtt voltunk. Igen. És hát azt nagyon nagy izgalommal várta az egész csapatunk. Ugye a nézők kedvéért mondom, hogy ugye egy filmet forgattunk, most már mondhatom múlt időben, mert már jelen állapotában egy ilyen, azt mondom, hogy háromnegyed kész megvágott állapotban a zeneszerzőnél, Cserta Balázsnál van jelenleg a film, és ő szerzi hozzá éppen a zenét. És hát készülünk ugye nagy erőkkel a bemutatóra, de akkor éppen Erdélybe készültünk, és iszonyatos jó élményekkel jöttünk haza. Én még nem voltam ott, de szeretnék visszamenni mindenképpen. Nagyon jó emberekkel találkoztunk, egy szuper csapat jött össze, ugye ott egy ottani színjátszókör tagjai szerepelnek néhányan a filmben, ha jól emlékszem, 8-an. És hát ilyen örök barátságok kötettek szerintem, Megyeri Zoli operatőr barátunknak köszönhetően, aki itt áll most is a kamera mögött. Ő volt az, aki egyébként ezt az egészet leszervezte nekünk, úgyhogy szuper volt ez a néhány nap ott a havasokban. Ugye hát hó volt, arra vártunk, úgyhogy ez nagyon jól sikerült. És hát egyébként volt egy ilyen érdekessége a dolognak, hogy nem tudtuk még annyira hamar belőni ezt az időpontot, hogy mikor menjünk, mikor lesz hó, az ugye nagyon kiszámíthatatlan volt, és amikor belőttük, akkor imádkoztunk, hogy legyen hó, és képzeljétek el, hogy úgy jöttünk haza, ugye mínusz 12 fok volt az első nap, amikor megérkeztünk, aztán volt mínusz 2, már egy, tehát egyik napra a másikra 10 fokot melegedett, aztán volt ilyen nulla, és mikor jöttünk haza, akkor aznap reggel azt láttuk, hogy mindenhonnan elkezdett így olvadni a jég, és csöpögött, és vízze. És még egy kisebb fajta hóviharban jöttünk hazafele, ugye a plusz 13-ba, és másnap írták a kintiek, hogy elolvadt a hó. Úgyhogy nagyon nagy szerencsénk volt. Szóval az egyik része az ez, hogy most már hál' Istennek a vágóasztalon is túl vagyunk. Még egy kicsit kell csiszolgatni, hogyha visszakerül hozzánk majd a film a megzenésített változatával. És hát közben meg nagy erőkkel gyűröm a munka mellett az iskolát, most éppen 5 beadandó feladaton dolgozom. Az nem semmi. Kicsit most lekopogom, hogy szerencsés fél évünk van, mert nem lesznek vizsgák, ez a vizsga követelmény minden tantárgyból, hogy 5 darab beadandó van, amiből már 4-jel készen vagyok, úgyhogy igazából meg lesz egy videós feladat, ami szerintem nem lesz egy nagy kihívás, és hát innentől kezdve meg a jövőre nézve meg majd várjuk az október környéki bemutatót. Majd erről, ha kérdezel még, akkor még majd mondok. Kérdezek feltétlenül, sőt most is akartam, hogy mindenképp a filmmel kapcsolatban, hogy elégedett vagy-e. Tehát, hogy úgy érzed-e, hogy szépen halad, és azt tudod megvalósítani, amit elképzeltél. Hát ez egy őrület egyébként, amit én átélek ezzel kapcsolatban, mert az, hogy tényleg 24. akkor 22. decemberében megszületett ez a gondolat, és végül is, hogyha belegondolsz, mire eljutunk odáig, hogy októberben ezt szeretnénk bemutatni, akkor az már majdnem egy 2 éves folyamat lesz, mire ez az egész így összeáll és bemutatjuk. Tehát, hogy az, amit én kigondoltam, az tényleg egyszer csak ott ülünk a vágóasztalon, és ott van minden, feketén-fehéren, színesben, és megvalósul, az valami fantasztikus. Meg hát az, hogy kimegyünk, és tényleg, amikor kint voltunk Erdélyben, az első nap beesett hozzánk ez a Lármafa Színjátszó Egyesület a vacsoránk után, és egyszer csak ott lettünk, nem tudom, 30-valahányan, és hogy így ugye elmondtuk nekik, hogy miért vagyunk ott, és most mi fog történni, és hogy így úristen, ezek az emberek ezért jöttek ide, mert így kitaláltam valamit, szóval hogy ez valami fantasztikus érzés. Ez milyen film lesz? Emlékeztes, légy szíves. Ez az én egyik felmenőmnek a hadifogoly naplója, ami ugye egyszer csak így előkerült, illetve meg is volt ez régóta, csak most jutott el hozzám, hogy van egy ilyen. És ő egy fehérvári 17-es honvéd volt, aki 26 és 30 éves kora között Oroszországban, illetve Szibériában volt hadifogoly, és hát azt próbáljuk megmutatni, hogy ő miken ment át ott, és hogy hogyan próbált meg hazajutni, aztán nem sikerült neki, aztán egyszer csak 30 éves korában, hál' Istennek, hazatért, de van benne egy szerelmi szál is. Szóval vannak benne érdekes fordulatok, szerintem nagyon szép jelenetek vannak benne. Nyilván a rendező társammal, Matuz Jánossal, amikor vágtuk, akkor volt minden. Tehát a boldogságtól megéltük a sírógörcsöt is, meg mindent, mert tényleg hát nem tudunk mindent úgy megvalósítani minden pillanatban, ahogy szeretnénk. De a végén, amikor azt mondtuk, hogy majdnem, hogy csak készen vagyunk, akkor azt mondtuk, hogy
hát azért megcsináltuk, és hogy nekünk tetszik. Úgyhogy reméljük, hogy ez másoknak is tetszeni fog, mert nyilván azért szeretnénk ezt megvalósítani. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon megható is lesz, egyben engem már most kirázott egy kicsit a hideg, úgyhogy szerintem mindannyiunk nevében mondhatom, hogy ott leszünk majd a debütáláson. Hát bízom is benne, hogy eljöttök. Kíváncsian várjuk, nagyon. János, nálad tudom, hogy nagyon nagy a pörgés, ugyanis ugye szakmai szempontból is éppensége pont, mint riporter kerestelek az elmúlt időszakban, és tudom, hogy nagyon-nagyon elfoglalt, vagy mesélj, nálad mi újság? Nagyon nehéz lesz erre röviden válaszolni, de próbálom összefoglalni, hogy mi is történt velem. Ugye amikor utoljára találkoztunk, pont másnap mentem a záróvizsgára az egyetemen. Azóta ez sikerült, már át is vettem az újabb diplomámat. Gratulálok. Köszönöm szépen. Tehát ez is, köszönöm szépen. Ez sikerült, azért halkan megjegyzem, hogy kitüntetéses lett, aminek aztán tényleg szívből örülök. Ez nagyon-nagyon fontos mérföldkő az életembe. Természetesen nem az, hogy kitüntetéses lett, hanem ezek a diplomák. Majd egyszer szerintem el fog jönni az ideje, amikor igazából elmondhatom, vagy elmesélhetem, hogy miért is volt ez nagyon fontos az én életemben. Nagyon fontos megemlítenem azt, és ezt már nagyon sokszor elmondtam, hogy számomra a tavasz akkor kezdődik, amikor a versünnep megrendezésre kerül Székesfehérváron. Mondhatom azt többünk nevében, hogy egészen elképesztő és gyönyörűséges elődöntőn lehettünk résztvevők, és nagyon izgalommal készülünk a döntőre. Én bízom abban, hogy megint olyan pillanatokat fogunk átélni, hogy nehéz lesz megszólalni egy-egy versmondás után. Tehát olyan élménnyel gazdagodik minden ember, aki eljön oda és meghallgatja ezeket a fiatalokat, ami azt gondolom, hogy erő tud lenni a mindennapokhoz. Tehát én nagyon-nagyon várom, és annyira jó, hogy ott lehetek, és hogy nem nekem kell verset mondani, hanem hogy hallgatóság lehetek. Tehát ez nekem nagyon-nagyon fontos. Azon túl nőnapon szerveztem egy koncertet a Fejlvári Hölgyeknek a Vörösmarty Színház előtt. Nagyon nagy öröm volt, hogy több százan jöttek el erre, és vették át ezt a virágcsokor helyetti koncertcsokor ajándékot. És aztán közben pedig lehetőséget kaptam arra, hogy írtam egy darabot, amit én játszom el, illetve van mellettem három kiváló zenész, ez Széchy Pál életéről szól. Ennek megvolt a bemutatója pont a Színházi Világnapon, és az azóta is műsoron van a Vörösmarty Színházban. Nagyon-nagyon-nagyon izgalmas volt a kutatómunka egyáltalán, hogy hogyan lehet ezt dramaturgilag úgy színpadra helyezni, hogy ez valóban izgalmas történet legyen. Természetesen nagyon-nagyon sok Széchy Páldal felcsendül az előadásban. És hát elmondhatom azt nagy örömre, hogy minden jegy elfogyott, tehát április-májusra már nincsen jegy, bízom benne, hogy nagyon sokat fogom játszani. És akkor itt meg is szakítom, mert még hosszan sorolhatnám, hogy még mennyi minden történt, de azt gondolom, hogy talán ezek a legfontosabb történések az elmúlt időszakban. Gratulálok még egyszer a diplomához, köszönöm. Illetve minden előadáshoz és minden programodhoz sok sikert köszönöm kívánok. Szépen. Igyekszünk mindannyian, ezt is meg tudom ígérni, eljutni az előadásodra vagy előadásaidra, hogy mi is részesei lehessünk, hiszen azt gondolom a színház egy nagyon fontos része a kultúrának. Nagyon örülnék annak, hogy egyszer csak meglepnétek. Ugye? És előadás után. És így csapatostul. Igen, együtt is azt jelenti, itt voltunk. Csak hogy előadás közben. Igen, becsörtetünk. Fogok tudni reagálni. Most így fölállunk különböző helyen. Igen, és integetünk. Integetünk, és bekiáltunk valamit. János, itt vagyunk, ugye eljöttünk. Megígérem nektek, hogy reagálni fogok rá. Jó? Szuper. Polgármester úr, házatájékán mi újság? Hallgatva a többieket, hogy gondolkodtam, hogy mit mondjak, és aztán egy olyan dologra gondoltam, ami egy kicsit úgy számomra szívügy, és egy kicsit szimbolikus is, éppen az ezekben a napokban történt ráadásul. A Török udvarban létrejött egy kis esőkert, ami már most is gyönyörű, de a szakemberek véleménye szerint majd különösen egy-két év múlva lesz igazán szép, és ami miatt ezt most idehozom, hogy bennem ez azt a nagyon jó esőérzést adta és hozta, hogy annak a fajta közösség szervező munkának, ami nekem ilyen mániám, annak azért igenis vannak eredményei, mert hogy valójában mi már nem is kellettünk ahhoz, hogy az esőket létrejöjjön, hanem az egyik cég találta ki és álmodta meg, egy másik cég hasonló dolgát látva,
szervezte meg, adta a forrást, ehhez a Mi Városgondnokságunk adta a szakmai segítséget és a szakembereket, a különböző eszközöket. Majd létrejött egy, régen úgy mondták, hogy társadalmi munkanap, amikor az elültetés a növényeknek megtörtént, az első öntözés megtörtént, és az első kert elkezdte életét a török udvarban. És amikor ezt tegnap történt ez, amikor néztem, hogy ott mennyi ember teszi a dolgát, ülteti a növényeket, különböző emberek egy közös célért ott képesek dolgozni, térdelni, guggolni, a másik elvitte a földet, visszahozta a kiürített vödröt, és sorolhatnánk, akkor azt mondtam, hogy na igen, ez az, amit jó lenne elérni, hogy minél több ilyen kezdeményezés legyen. De hogy láthatólag van ennek értelme, mert hogy létrejönnek már ilyen szó szerinti civil kezdeményezések, ami lehet, hogy a város ad helyet, vagy biztosít különböző módon technikai segítségeket, de már az ötlet sem tőlünk származott, hanem valaki, miután látott egy másik jó ötletet a városba, annak nyomán úgy gondolta, hogy ő is hozzátenne valamit a város közösségéhez, beleértve az itt élőket, vagy beleértve azokat, akik ide jönnek dolgozni, vagy a mindennapokban, vagy éppen turistaként mondjuk sétálnak együtt a fehérvári belvárosba. Úgyhogy ez egy nagyon jó leső érzés volt, és bízom benne, hogy ebből egyre több lesz. Bocsánat, csak én nem tudom, mi az az esőkert. Az esőkert ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy speciális növényültetés, nyilván itt ehhez megfelelően kiválasztott növényekről beszélünk, egyébként nem kevésről, mert önmagában 1000 növény elültetése történt meg egy relatív kis helyen, és amitől az esőkerté válik, hogy a környező épületek tetőszerkezetéről a csapadékvizet és a burkolt felületeket speciálisan összegyűjtjük, és valójában az alapvízpótlást az ez adja a területnek, mert hogy ebből az összes tetőszerkezeti csatorna részből a vizet összevezetve ebbe az esőkertbe vezetjük be. Tehát ez egy tartályba folyik össze sok víz? Igen, alapvetően igen, illetve amikor nem kell a tartály, akkor közvetlenül már erre a helyre. Nyilván, amikor meg kicsit csapadék inségesebb idő van, akkor pedig a Városgondnokság egyébként nyilván megöntözi ugyanúgy, mint bármilyen más növényt. De ugye ennek az a különlegesség, hogy valójában ezt otthon is meg lehet csinálni. Tehát otthon valaki a saját kertjében és a saját tetőszerkezetéről összegyűjti a vizet, vagy éppen összegyűjti a csapadékvizet, ami azért esik, akkor önmagában abból az öntözést, vagy akár egy ilyen kis kertrészlet kialakítását meg tudja valósítani. És ugye ebben az évben a Városgondnokságon keresztül már nem csak a Virágos Fehérvár program keretében virágra lehet pályázni, hanem komposztládára és esőgyűjtő edényekre is, és ennek is szerencsére nagyon nagy sikere van. Ráadásul ez fedhető, tehát a szúnyoglárva vonatkozásában is van megoldás, és nagyon sokan jelentkeztek rá, jóval többen, mint amit mi gondoltunk. Tehát látszik, hogy az itt van ebben egyfajta jó értelmevett szemléletformás. Ugye nem nagy dolgot találtunk ki, mert a mi őseink azok ezt abszolút csinálták, én emlékszem nagyszüleimre, akik akár itt Fehérváron, akár Balatonon így gyűjtötték a csapadékvizet, és ebből öntöztek egyébként, és csak akkor használtak kútvizet, vagy akkor használtak pláne vezetékes vizet, hogyha éppen mondjuk nyár kellős közepe volt, és már hetek óta kánikula. De minden esetre látszik, hogy ennek most is van értelme. De mondom, nagyon szép volt a dolog, hogy ez egy fehérvári nagyvállalat, aki egy másik nagyvállalat japán kertje után jött az ötlet, hogy ezt megcsinálja. Egyébként az a másik nagyvállalat az gondolkodik azon, hogy a csónakázó tónál a szigeten növelje még adott esetben ezt a japán kertet. És ez már mind-mind egy-egy cég ötlete, utána az ottani dolgozók közösen valósítják meg a Városgondnokság dolgozóival, és szerintem ez egy nagyon szép dolog, mert nagyon emberivé teszi ezeket a munkákat. Arról nem is beszélve, hogy mekkora élmény azoknak, akik ebben részt vesznek. Pont arról beszéltünk Lenne Zsolt barátommal, akivel együtt ültettünk ott növényeket, hogy milyen jó lenne minden reggelt így kezdeni. Jó társaság, jó idő, jó levegő, közben végeztünk egy kis fizikai munkát, közben adtunk valamit a természetnek. Szóval az egész olyan jó leső érzés volt. Reméljük, hogy ez a továbbiakban is folytatódik a városban, és egy ilyen szuper kezdeményezés tényleg még több ilyet generál. Saját kis személyes vonatkozásként, ugye én nagyon sokat járok ezen a tájékon, török udvar környékén, látásétként a vakvezető kutyusommal, és hát mondhatom, hogy Moka kutyus már megszaglázta ezt a bizonyos kertet, és nagyon kíváncsian figyelte, hogy ebben egy hatalmas, nagyobb méretű kavicsok vannak elhelyezve, és Moka nagyon-nagyon kíváncsian figyelte, hogy ez most itt micsoda és mik ezek a változások. Igen, mert a kavicsokon belül a méret is fontos, mert hogy van egy középső rész, még nagyobbak ezek a kavicsok, és ott van kialakítva a víznek az útvonala, tehát az lesz a kis csatornája majd a csapadékvíznek.
Én családom is amúgy gyűjti nyaralónkba az esővizet, úgyhogy ahogy polgármester úr mondta, ez tényleg egy bevett szokás, és ez régre visszatekinthető. Lenne egy kihívásom hozzátok, ugyanis, ahogy mondtam, itt jókat mosolgok közben magamban, ahogy mondtam ezt az adást és ezt a beszélgetést, ha már én lehetek a műsorvezető, így a mindenki képes, csak mindenki másképpen képes mottomra szeretném felhúzni. És az lenne a kérdésem, hogy szomjasak vagytok-e már esetleg? Csak nyugodtan, bátran válaszoljátok meg, hogy úgy szabad tudnak lenni. Legyünk szomjasak? Legyetek szomjasak. Írhatunk egy kis vizet. Jó, akkor szomjasak. Várjatok, még ne ígyetek egy kis vizet, ugyanis a kis merénylet, amivel készültem, az az, hogy... Olyan, ami leszedi a sminket? Igen, köszi. Igen, igen. De te kihagyhatod, és nekem pont jól jön, hogy becsukod a szemed, az uraknak viszont hoztam, mert azt tudni kell rólam, hogy hiába van két diplomám, de a matematika nem a barátom, és sikeresen 3 szemkötőt hoztam csak. Úgyhogy nem hiszem, hogy akkor töltök magamnak még vizet. Jó, hát ez kicsit csalás, akkor jobb lenne tölteni, de nyugodtan persze. De tudjuk. És majd én körbeadnám a szemkötőket, és igazából ez lenne az óvatos feladat, semmi extra, ugye ez nekem egy mindennapos történet, nektek azért mégis egy kihívás, és azt gondolom, hogy a nézőknek is izgalmas lesz, hogy hogyan is lehet vakon az egyik legtermészetesebb dolgunkat ellátni, bár a televízió adásban nem annyira természetes inni folyadékot, de hogy mégis megnézzük, hogy ez hogyan megy. Én odaadnám, akkor a Szilvi kihagyja a dolgot, de a nézők lecsekkolják és ellenőrzik, hogy tényleg becsukja-e a szemét. És akkor igazából ennyi lenne az apró... Gondolom, vegyük föl. Igen, igen. Akkor leveszem a szemüvegemet. Szerintem felesleges most a szemüveg. Igen, nem fog segíteni. És a szom az nem lesz baj? Fordítva sikerült az Andrásnak, de végül is... Szilvi még csekkolja. Én még leszek. És akkor ennyi lenne a kérés. Én annyit tudok javasolni kis rutinos látássérültként, hogy óvatosan és szép lassan nyúljatok magatok elé, semmi heves mozdulás. És keressük meg a poharat, és ígyunk, és utána tegyük vissza a poharat. Igen, igen. Ennyi lenne. Akkor csináljuk ezt szerintem egyesével, hogy az operatőr kolléga meg tudja mutatni. Akkor ki kezdi? Akkor innen a Gábor atyától induljunk. Ja, én már is fogtam. Polgármester úr már gyakorolt. Jó, kezdhetem én? Igen, szerintem. Csak szerintem itt van a pohár. Én drukkolok. Szívviteles elkezdve? Én nem. Tényleg nem. Én kész vagyok. Jó, mert Szilvi közvetíthette volna. Szilvi, te jó! Én már lehet csalni, mert úgy csalni. Igen, és én sem, az a legjobb. De a nézők, csak a nézők. Szilvi. Most János, te jössz. A Szilvi csukott szemmel. Ja, a Szilvi. Várjatok, megpróbálom kitapizni. Na? Ez most a kávé. Igazából az is jó amúgy. Hogy csönd. Az ívás az már menni fog. Teljesen megváltozik körülöttem. Igen, a hangok. Érdemes megfigyelnetek amúgy, hogy... Mennyire? Szívinek sikerült. Sikerült? Igen. János. Igen. Igen. Ez a pohár. Igen. Úgy hallom. De mindenki szó. Hogy hallgatózik. Sikerült. Most én jövök? Igen. Így van, így van. Most levehetem? Még várja, most már megvárjuk polgármesterről. Figyeljük, pohár megvan. Szuper. Ezt nektek jeleztem, hogy visszajött a poháradat. Szuper! Köszönöm szépen, levehetitek. Kell visszavennem ezt a valamit? Levehetitek nyugodtan, szerintem. Tessék, akkor... És én meg is tapsolok benneteket mindenképpen. Mert... Igen, bár elgondoljuk, hogy most ezt úgy kellett volna csinálni, hogy el kellett volna menni ide egy szomszéd asztalkához, hát találni igen. Mondjuk egy ide, üveg vizet, utána visszajönni azzal igen. Ide, majd megtalálni a poharat, kitölteni, utána ezt visszafele, akkor és úgy, közben többiek helyet csinálnak, és akkor kitalálni, hogy kinek töltöd a vizet. Igen, hát meg hogy ez már csak a forró tea lenne. Volt egyszer egy ilyen kiállítás kint a Videoton területén, ahol egy kis csarnokot berendeztek 3 helyszínnek, például az egyik egy konyha volt, és így korom sötét volt az épületben, és akkor ott kellett a konyhában ezt-azt csinálni, ezzel szimbolizálva, hogy bizony ez nagyon komoly kihívás. És ezt polgármester úr már kipróbálta? Igen, 3 helyszín volt. Az egyik volt egy konyha, a másik volt egy szoba, a harmadik pedig egy, ha nem emlékszem, közlekedési eszköz, mondjuk villamos vagy trolibusz, mint hogyha felszálltunk volna. Igen. Aha.
És akkor hangok voltak mindegyikhez, ami ahhoz a helyiség típushoz jellemző volt, mondjuk a közlekedésben kifejezetten, mintha egy ilyen város zsongott volna körülöttünk. És az volt a lényeg, hogy ott senki nem látott semmit, mert korom sötét volt a helyen, nem lehetett bevinni semmi telefont vagy ilyesmit, és ott kellett ilyen kis feladatokat teljesíteni. Ez egyfajta kiállítás volt, ami nyilván azt a láthatatlan kiállítás? De a láthatatlan kiállításnak volt egy ilyen speciális fehérvári. Nagyon jó. Nekem van ilyen élményem, ilyen látáselvesztős élményem. Egy darabig a budavári labirintusban volt egy nagyon izgalmas kiállítás, és ott volt a nap legendája, azt hiszem az volt a címe, és arról szólt, hogy ugye a legenda szerint valaki, nem tudom ki, elrabolta a napot, és hogy mi akik ott jártunk, végig követtük ezt a legendát, és volt egy olyan pont, amikor eltűnt a nap, és egy ilyen folyosóra keretbe bemenni, ahol teljesen szó szerint vaksötét volt, és csak egy kis zsinór volt a kezünkben, amit foghattunk, és amellett kellett mennünk a folyosón, és csak ebbe a sötétbe végigmenni, és nem tudtuk, hogy hol kezd, hogy mikor van vége, mikor jön kanyar, mi következik, hogyan, és persze utána kijutottunk, és követtük a nap útját, de az egy ilyen nagyon erős élményként maradt meg, hogy hiába volt nyitva a szemem, semmit nem láttam. Egyetlen egy biztos pontom volt, hogy fogtam ezt a kötelet, ezt a vezető kötelet ilyen Ariadnia fonalként, de egyébként meg semmi. Hiába. És hangok sem voltak rá, és az még izgalmasabb volt. Csak mondjuk a maximum többiekét, hogyha valaki még bejött éppen arra a folyosóra. Igen, én amúgy ezt tartom a legintenzívebb, nevezzük érzékenyítésnek, vagy szemléletformálásnak. Ugye a városban már 8 éve folynak a szép órák, a Székesfehérvári érzékenyítő programnak a szemléletformáló órái diákoknak, fiataloknak, de én ugyanilyen fontosnak tartom amúgy, hogy a felnőtteket is egy kicsit beavassuk a mi világunkba, hiszen én hiába próbálom elmondani például nektek, hogy én mit érzékelek, hogy érzékelek, vagy nekem milyen egy ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolog, mint mondjuk kitölteni egy pohár vizet. Szerintem azért most már is egy más képben láthattátok saját bőrötökön megtapasztalva, hogy ez egy mindennapos tevékenység, és mégis azért hogy megváltozik az embernek a körülötte lévő hangok világa, az érzékelése és minden más. De ebből is azt szeretném kihozni, hogy hát láthattátok, hogy még friss vakként is képesek vagytok inni vizet, csak lehet, hogy egy picikét másképp, hiszen ki kell tapogatni, ugye nekünk praktikáink vannak, hogy olyan helyre rakjuk le, hogy megjegyezzük, hogy hova, a fejünkben egy egész ilyen memóriatár van. Bocsánat, de milyen furcsa nyugodtan volt például az, hogy én hangosan ittam. Tehát, hogy ez hogy nem direkt volt, hanem hogy valahogy így megszűnt így minden, és hogy nem tudom, mint így jelezni akart, hogy most iszom, de ez nem tudatos volt, hogy milyen furcsa, nem, hogy az ember hogy reagál ilyen helyzetekre. Én is hozzáfűzhetek? Nyugodtan. Ez most csak felőlem feléd egy ilyen tanács, hogy vagy nem tudom, hogy van esetleg ilyenre mód és lehetőség, de hogy például ez tök jó dolog, hogy a látássérültséget valahol meg tudjuk tapasztalni, tehát hogy így meg tudjuk, bele tudjuk élni magunkat egyes helyzetekbe, de hogy a magam kicsit én oldalamra is vigyem a dolgokat, tudod, én nagyon benne vagyok az autizmus témában, és hogy arra is kíváncsi lennék, hogy hogyan lehetne az embereket az autisták felé érzékenyíteni, mert hogy én tényleg nap mint nap élem át azt, hogy például egy autista milyen szinten nem tudja szó szerint, tehát hogy ő az átvitt értelmű dolgokat nem érti, mindent szó szerint vesz, ami egyébként nálunk nagyon sok minden, tehát sok olyan szituáció van, hogy engem nagyon megmosolyogtat, olyan jókat tudok vidulni rajta, és akkor ő nem érti, hogy miért röhögök, de aztán utána, amikor leesik neki, mert hogy ha elmagyarázom, akkor lehet, hogy leesik neki, csak úgy elsőre nem tudja lefordítani a saját nyelvére, amit én mondok. És hogy ezt is tök jó lenne meg, hogy megértsék azt, hogy miért van az, hogy ők nagyon sokat ismételgetnek, vagy hogy miért van az, hogy számunkra lehet, hogy bennük olyan dolgokat találunk, ami idegesítő lehet, pedig ők ugye nem direkt csinálnak dolgokat, hanem mert ezek ilyen kis berögződések. Tehát, hogyha esetleg lehetne ilyent is, mert szerintem ez tök érdekes lehet, hogy... Ez nem lehet, hogy azért nehezebb talán ezt megoldani, mondjuk ahhoz képest, mint amit a Zsófi csinál, hogy ők nehezebben tudnak beszélni a saját tapasztalásaikról. Mert hogyha az ő belső világukról tudnának beszélni, akkor ezt már le lehetne úgy fordítani, hogy mi a hétköznapokban hogyan vagyunk, de mondjuk a Zsófi az, hogy ő, hogy kell téged jól mondani, gyengén látok? Látássérült, alig látó, bármelyik. Látássérültként, de hogy mondjam,
úgy, hogy ki tudja fejezni a saját belső tapasztalatát, és akkor könnyebben be tud vezetni bennünket ebbe a dologba. Szerintem, bocsánat, szívvel, majd beszéljünk egyébként, mert azon eszembe jutott valami, de szerintem pont a kultúrával lehet ezt összekapcsolni, tehát hogy hogyan lehet ezen segíteni, javítani bármi. Szerintem erről beszéljünk, mert nekem már eszembe is jutott már erről valami. Na, megoldjuk a Zsófihet. Valójában a szép programnak az a jelentősége, hogy iskolai környezetben olyan hiteles emberek beszélnek, illetve mutatják be a saját élethelyzetüket, akik egyrészt hitelesen teszik ezt meg, ezáltal érdekesen teszik ezt meg, és ezáltal az az osztály, aki őket meghallgatja és részt vesz egy ilyen foglalkozáson, már biztos, hogy valamit tud ezzel kezdeni, ha a saját életébe belefut egy ilyen szituációba. És ugye itt mindig részt vesz egy ilyen, nem, egy látássérült, egy mozgássérült, részt vesz egy hallássérült, és részt vesz egy értelmi fogyatékossággal kapcsolatos dologgal küzdő. És nyilván ebbe egyébként az autizmussal élő is bekapcsolható lenne. Itt valóban az a kérdés, hogy ő milyen módon tudja ezt szemléletessé tenni, mert úgy itt az a lényeg, hogy akár ilyen előbb is ismertetett gyakorlatokkal egy kicsit azt a diák csapatot, azt valóban úgy lehet érzékenyíteni, hogy egy kicsit ő maga bele tud helyezkedni abba a helyzetbe. Lehet, hogy ez csak pár pillanatról szól, mint ahogy mi most egy teszt megtapasztaltuk, de utána ez neki mégiscsak meghatározó lesz. És hogyha abba reménykedünk, ugye ez a program lényege, hogy amikor ő majd találkozik már az életben egy ilyen szituációval, egy ilyen emberrel, akkor ezzel ott tud valamit kezdeni. De úgyhogy ezt a programot lehetne azt gondolom részben kiegészíteni azzal, amit mondtál. Meg most eszembe is jutott hirtelen, hogy van egyébként egy ilyen felnőtt érzékenyítő páros, akik autisták, de majd megmondom a nevét, mert most hirtelen nem jut eszembe, egy felnőtt páros, akik már 30x évesek, és ők, én nem hittem el először, amikor benyomtam a videót, hogy ők saját magukról autizmusáról beszélnek, tehát teljesen ugyanolyanok, mint te vagy én, csak elmondják azt, hogy mi az, amiben ők kicsit mások, és nyilván ők már megpróbálják, tehát hogy vannak azért olyan értelmi szinten, hogy teljesen leplezni tudják, mert az évek során megtanulták azt, hogy például nem megyek át ötször a küszöbön oda-vissza, hanem akkor most ezt a kényszeremet ezt legyőzöm, és megyek tovább. De lehet, hogy ha hazamegyek, akkor ötször megcsinálom azért, hogy ne lássák mások. Tehát, hogy ilyeneket tudnak ők, és mondjuk lehet, hogy ez érdekes lehet mondjuk egy előadást nálad tartani erről, például meghívni őket, mert ők járják az országot. Na most csak ez így hirtelen eszembe jutott. Nagyon-nagyon szívesen, ugyanis éppen most lesz hamarosan egy előadás, ugyanez a látássérültség témájában lesz, és mindjárt ide is fogom hozni, mert az egyik kérdés majd felétek ezzel kapcsolatos lesz, de most még gyorsan visszatérek az autizmusra. A szép programban említjük amúgy természetesen az autizmust, sőt a középiskolás korosztálynak mutatunk is autista témájú filmeket, amiket meg tudnak nézni, beszélünk arról, hogy ez mit jelent, és nekem nagyon-nagyon régi álmom, ezt polgármester úr jól is tudja, hiszen többször kerestem ezzel az ötletemmel, hogy ezt a mi régen volt itt Fehérváron parkot, ezt én nagyon szeretném újra majd megvalósítani, és pontosan az összes szegmensnek egy termet létrehozni. És az autistáknak nagyon-nagyon jól lehet szemléltetni az életét, méghozzá nagyon erős fények létrehozásával, illetve nagyon erős hangok létrehozásával, és hogyha bemegy oda egy ép ember, ő is össze fog zavarodni, hogy hú, de hangos itt a fény, hú, de sok itt a hang, vagy hú, de erős itt a fény, hú, de sok itt a hang, és már is egy pici szemléltetve van, hogy neki egy átlag napja is ilyen, mondjuk egy zsúfolt tömegközlekedési eszközön, úgyhogy erre megvannak az én saját terveim is, illetve erről beszélünk is a fiataloknak napi szinten, hogy kik is azok az autisták. A kis filmben egy Down-szindrómás ifjú hölgy szerepel, de terve van az, hogy az autizmust még inkább előtérbe helyezzük, hiszen egyre többeket érint, egyre több fiatalt és diákot is érint a megváltozott ugye, kapacitás, tanulási képesség, tanulásban akadályozottság. Szuper. Lenne egy gyors villámkérdésem, mielőtt tovább mennénk, és ugyanezt a sorrendet Gábor atyától indítanám majd. Mi volt az első intuíció és érzés, amikor a szemetek be lett hunyva, vagy le lett fedve, ami felvillant bennetek egy szóban? Jó nehéz kérdést adok, igen. Egy szó az, hogy feladat. Jó, tetszik. Menjünk végig, és akkor szerintem utána megbeszéljük. Szilvi, neked az első ilyen érzés, ami...
Kétségbeesés. Uh-huh. Én is szoktam kétségbeesett lenni. Kihívás, illetve azon bekapcsolt az, hogy jaj, csak tudjam megoldani. Uh-huh. Én a kiállítást mondanám, visszautalva az előbbi témára, hogy ott éreztem, tehát eszembe jutott az a ott negyed óra, 20 perc, amit bent töltöttünk ebben a egyébként sötétségben. Uh-huh. Szuper. Gábor atya, feladat. Miért pont feladat? Hát adtál egy feladatot, hogy meg kell csinálni. Kötelességtudat bevillant. Egyébként igen. És nem is annyira kötelesített, ez a jól kell megcsinálni, mert most itt nem csak itt vagyok. De ahogy leveljük, mint vakapoharat, ugye? Itt az ország világ előtt vagyok, aztán hogyan iszom én itt? Azt nézi mindenki, hogy én nem látom. Tehát egy ez ilyen... Sikeres volt. Igen. Úgyhogy egy kicsit ez a feladat izgalma, hogy vajon mit kell és hogyan kell megcsinálni, meg kihívás. De az összes pohár az asztalon. Igen, nem törtünk poharat, meg borsot sem. Szilvi, neked kétség, felsés? Igen, hogy először ugyanaz végül is az eredmény, szerintem mindegyünknél, hogy meg tudom-e oldani a feladatot, de persze aztán ilyenkor bekapcsol azt, hogy hát ezt meg kell csinálni. Úgyhogy így... Bár egy kicsit bénázva, de megcsináltuk. Nem, szerintem nagyon ügyesek voltatok, és nagyon köszönöm, hogy részt vettetek benne, János. Nekem szerintem azt hiszem, hogy ez ilyen valami gyerekkori reflex lehet, hogy váratlan a helyzet, és hogy meg kell oldani, kihívás, és hogy jaj, csak sikerüljön. Tehát szerintem ez valahonnan, nekem ez innen jön. Én meg már előbb a kiállításról mondtam valamit, de utána a második, az pedig az volt, amiről beszéltünk, hogy ez a feladat, ez valóban a legegyszerűbb. Arról nem is beszél, hogy itt van az asztal, itt van előttünk a pohár, és ebben a pohárban már eleve volt folyadék. Nem kellett érte elmenni, nem kellett megtalálni, nem kellett kiönteni, visszaülni, és úgy inni. És hogy ez mennyivel pillanatok alatt nehezíthető lenne, pedig az ugyanúgy rutin tevékenység mondjuk nekünk a mindennapokban. Igen. Ebben engem nagyon-nagyon segít a tényleg az életemnek a kitalált kis mottoja, hogy képes lehetek csak másképp. Nemrégiben kertészkedtem is, és rájöttem, és kicsit el is szégyeltem magamat, hogy tényleg képes lehetek, nem tudok kibújni a kertészkedés alól sem, akármennyire szeretnék, ugyanis kitaláltam egy tök jó technikát a falevelek összegyűjtésére, hogy hogyan lehet látesőként is úgy bezsákolni, hogy behatároljam azt a zsákot egy kemény kukába behelyezve, és már is nem borul el, a zsák nem borul ki, és igazából miért ne lehetne megoldani, úgyhogy gyerekképesek lehetünk, tehát igazából nincs határ, csak azt mondom, hogy picikét másképp, illetve ehhez nagyon nyitottnak kell lenni, és ehhez kell egy nagyon-nagyon befogadó társadalom és közösség, hogy ebben minket segítsen és támogasson. Rákapcsolhatok erre? Nyugodtan. Csak most erről az jutott eszembe, hogy egyébként tényleg így van, és ez szerintem nem csak, tehát nem biztos, hogy kell különbséget tennünk, ez mindenkire vonatkozik, hogy ha akarsz valamit, azt meg fogod tudni csinálni. Én a gyerekemnek folyamatosan azt mondom, aki belekényelmesedik egyébként abban a helyzetben, hogy anya meg apa azonnal ugrik, mert azt gondoljuk, hogy ő nem tudja megcsinálni, de hát mindig van neki két keze, van szája, mindenre képes, és erről eszembe jut, a született feleségekben volt egy olyan rész, de lehet, hogy ezt már egyszer említettem, hogy álmodik az egyik anyuka, és azt álmodja, hogy egy olyan gyereke születik, aki, mert hogy éppen várandós, és hogy egy sérült gyereke születik, és hogy megszületik, és növekszik fel előtte, már azért képes egy csomó mindent megcsinálni, de úgy van a gyerkőc, hogy nincs egy karja. És ott ül az asztalnál, és folyamatosan szól neki az anyuka, hogy anya, légy szíves, akkor merítsél nekem a levesből, és akkor az anyja megfordul, és azt mondja, hogy egy kezed van, akkor kimered magadnak a levest. És hogy nem fogja megcsinálni, már csak azért se, és én folyamatosan ezt mondom az én gyerekemnek, hogy van kezed, van lábad, van szád, mi a probléma? Csináld meg. És hogy tényleg kicsit néha képesek vagyunk arra, hogy ő meg egy kicsit túljátsza egyébként a szerepét, mert már azért van annyi esze, hogy azért tudja, hogy hogyan lehet. És szerintem tényleg ez a fontos, hogy hagyjuk azt, hogy ha valaki képes valamire, akkor csinálja meg. Ez a sörödi tábor jutott erről eszembe, ott ugye már évtizedek óta táboroztatunk kerekesszékeseket, illetve fogyatékos fiatalokat, és hogy fontosnak tartjuk azt, hogy amikor valaki kap egy fiatalt, akiért felelős lesz egy héten keresztül, előtte menjen el a családhoz és beszélgessen a szülőkkel arról, hogy hogyan viselkedik, vagy hogy működik.
Ennek ellenére is azért egy csomószor belefutunk olyanba, hogy a fiatal a gyerek az elhiteti, hogy ő nem tud megcsinálni dolgokat. És persze, akkor kiszolgálják mindent. Eszembe jutott, volt egy fiú, akiről valamilyen meg voltak győződve a többiek, hogy ő nem tud menni. És folyamatosan kerekesszékben ült, tolták, értem, úgy tűnt, hogy értem, fogyatékos is, szóval valamiféle fogyatékossága volt, de mindig tologatták őt kerekesszékbe. És hát ő már abban a korszakban volt, amikor kezdi észrevenni a csinos lányokat, és egyszer csak azt tettük észre, jó, hogy ment az egyik lány, és ez a fiú ment mögötte, úgyhogy fogta a kerekesszéknek a karfáját, és tolta mögötte a kocsit, és hát akkor vettük észre, hogy ő simán sétál, simán megy. És utána már kocsi nélkül is tudott. Van miért, vagy kiért? Aztán utána a kocsi nélkül is ment, mert csak akkor nagyon igazából egész végig addig kiszolgáltatta magát, hogy akkor ő nem tud menni, de aztán utána kiderült, hogy mégiscsak tud sétálni, ha arról van szó. Igen, ez mindig amúgy kettős dolog, tehát azt szoktuk mondani, hogy nekünk fogyatékossággal élőknek is nagyon nyitottnak kell lennünk, és nekünk is akarnunk kell. Tehát, hogy én hiába fogad be engem a társadalom, segít nekem, mondjuk ad munkalehetőséget, ad szórakozási lehetőséget akadálymentesen. Ha én ezt nem akarom, és ha én ezért nem teszek fogyatékossággal élőként, akkor ugyanúgy nem sikerül a közreműködés és a közös nevező, és az ilyen szép kis egyenletes arany középút. Szilvira még mindenképpen reflektálnék. Nekem ez az egyik vesszőparipám, bár nem vagyok édesanya, úgyhogy ugye megtanultam, hogy nem lehet semmit érkezni, sem véleményt alkotni, amíg az ember nincs abban a cipőben, de mégis mindig ezt szoktam mondani, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy egy fogyatékossággal élő milyen neveltetést kap, és hogy pontosan, amit te mondasz, és írtó jó, hogy te ezt megláttad, mert nekem mindig azt tanították a szüleim, hogy ők egyszer már nem lesznek. Ez az életrendje. És ugye mivel egyszer már nem lesznek sajnos, nekem majd akkor teljes mértékben önállóan el kell tudnom magamat látni és fenntartani, és anyukám mindig erre törekedett, hogy egy olyan fogyatékossággal élőt neveljen belőlem, egy olyan embert, nőt neveljen belőlem, aki megáll a saját két lábán, és attól még, mert rossz a látása, attól még el tudja látni önmagát, és ezt nagyon sokszor látom hibának a mai társadalomban, hogy ugye szülőként érthető, hogy segíteni akarjuk a gyermekünket, viszont nagyon fontos tudnunk, hogy őt egyszer elveszítjük, vagy hogy ő minket, tehát hogy önálló legyen. Ugye nagyon fontos, amit mondtál, köszönöm, hogy ezt ide hoztad. És szerintem egyébként az meg becsülendő, hogy te így állsz a dolgokhoz, mert hogy tényleg sokan nem. Tehát, hogy azért te tényleg önállátó vagy, tényleg mindenhova elmész egyedül, mindent megoldasz. Szerintem nagyon sokan tanulhatnak tőled. Igyekszem. És az érzékenyítést véleményem szerint ebbe az irányba is végezni kell. Tehát nem csak arról van szó, hogy aki él egy élethelyzetben, azt a többiek fogadják el, és annak alapja, hogy megismerjék, hanem hogy aki mondjuk sorstársan lehet ezt a kifejezést használni, az, ha látja azt, hogy ő is ebbe a cipőben van, ő mégse sajnáltatja magát, hanem csinálja, próbálkozik, megy előre, fejlődik, akkor valójában én is meg tudom csinálni, akkor ez neki is hitet adhat meg azt, hogy értelme van a dolognak, és ő maga is belevág kisebb vagy éppen kifejezetten nagyobb dolog. Igen, ezen is dolgozom, elég sok megkeresés jön hozzám frissen, például elvesztették a látásukat fiataloktól, hogy hogyan és miképp, és hogyan tudnak aktívak, produktívak maradni. Ehhez kapcsolódó a következő kérdésem, ugyanis a Mindenki Képes közösségi térben, ahogy mondtátok is, ugye megnyílt, és nagyon-nagyon boldogság az én szívemnek, hogy ez már van és létezik, és meg is fog történni az első előadás, amire vártam a városban élő, akár fogyatékossággal élőket, akár pedig gépember. És ez az előadás arra a címre hallgat, hogy lehetett volna másképp. Ugye a motomból egy kicsit átalakítva, hogy mindenki képes, csak mindenki másképp, ennek az előadásnak az a címe, hogy lehetett volna másképp. És ez azért van így, mert egy megvakult fiatal ember felnőtt korában elvesztette a látását, jön el hozzánk, és ő fog mesélni az ő sorsáról, életéről, és arról, hogyha bizony figyelt volna önmagára és az egészségére és a cukorbetegségére, akkor lehetett volna másképp az élete. És egy picit erős kérdés, nem is gondolok itt magánéleti dolgokra, munka, karrier, bármi, ami eszetekbe jut. De én azt a kérdést tenném fel nektek, hogy van-e ilyen, amire azt mondjátok, hogy lehetett volna másképp az életetekben, vagy máshogy alakítottátok volna? Jó, nehéz kérdés. Hát
Én azt gondolnám, hogy szerintem ez mindenki életében van ilyen, hiszen nagyon sok csomópont van a utalágozás az ember életében, amikor valójában mehetne erre, arra vagy amarra, valamilyen ok miatt egy irányt választ, és nyilván, hogyha egy másik irányt választott volna, az nagyon sok egyéb dologra másként hatott volna. Mondjuk én a feleségemet a középiskolában egy olyan történelmi fakultáción ismertem meg, ahol több osztály diákjai jöttek, és mi választottunk tanárt. Ha bármelyik másik tanárt választ, akkor másképp és akkor most folytathatnánk a sort. Erre egyébként, amikor ezt otthon föl szoktuk vetni, akkor a gyerekek rögtön felvették, hogy lehet, hogy ők nem is lennének. Bizonyos szempontból persze, akár ez is lehetséges. És hány ilyen van, amit az ember el tudná mondani az életében, hogy én például kacérkodtam, alapvetően mindig jogásznak készültem, de kacérkodtam a történelemmel és a történelem tanítással tanárként, és ha a nap végén akkor történelemtanárnak megyek, akkor lehet, hogy most itt nem beszélgetünk. Uh-huh. Tehát nagyon, nagyon sok ilyen van szerintem az ember életében, az életének gyakorlatilag mindegyik részében, de szerintem minden élethelyzetben meg lehet, és meg is kell találni azt, ami abban örömet okoz, és lehetőséget, kihívást jelent, de pozitív értelemben, mert az élet az rettenetesen gyorsan szalad, és meg kell azt élni. És szerintem, hogyha inkább ezen érdemes gondolkodni, de igen, lehetett volna, sok minden lehetett volna másként. Igen. Nekem például, ha másként lehetett volna, most így, ha ilyen kicsit ilyen andrásos gondolatban, nekem gyakorlatilag két ponton múlott az, hogy nem vagyok gyógypedagógus, mert én ugye Bárcira felvételiztem az érettségi után, és ha másként az lett volna, hogy visszamegyek a felvételi bizottsághoz, és azt mondom, hogy ha elég a pontszáma, akkor írjanak bele belezőre, mert oda simán felvettek volna. Mert utána mi ott ki a vizsgabizottságnak az elnök, és mondta, hogy miért nem kérjük, hát a levelezőről át lehet jelentkezni nappalira, hogyha jönnek az eredmények, és akkor el lehetett volna kezdeni, én ezzel nem foglalkoztam. És tényleg tulajdonképpen két ponton múlott az, hogy én ott maradjak, ha azt a két pontot, vagy ezt a kérést beteszem, akkor nem tudom, hogy mondjuk mentem, mert utána dőlt el, hogy én megyek papnak. Tehát gyakorlatilag érettség után felvétel, és azon a nyárnak, annak a nyárnak a végén dőlt el bennem, hogy papság. De hogyha ezt a két pontot kérem, és meg tudom, hogy fölvesznek, nem tudom, hogy hol vagyok. Igen, másképp lett volna. Akkor de nem véletlenül ezt a két pontot, nem? Igen. Nálam is van ilyen, két dolgot említenék. Az egyik az, hogy ha mert ugye én jelentkeztem a színművészeti főiskolára annak idején, de aztán meg kicsit meskolt. Ha megyünk a színházba. Igen. Igen. Ki tudja, lehet, hogy most egyet. A kedves televízió nézők nem érték, hogy ez egy meglepetés lesz majd. Szóval lehet, hogy most együtt játszanál. Színész szakra jelentkeztél? De aztán rájöttem, hogy nem, mert hogy én nekem kell a sugógép, tehát hogy egyszerűen nem tudok annyi szöveget megjegyezni, képtelenségnek tartottam, úgyhogy mondtam, hogy én ez biztos, hogy nem. Ezért jött a kommunikáció. Jó, csak vele, tehát csak neki kell kívánni. Hát jól olvasunk, csak ez szívekönnyű. Igen, ezt majd elmagyarázzuk azért a nézőknek. Na, szóval, hogy én színésznő szerettem volna lenni, úgyhogy most nem tudom, hogy mi lenne, ha az lenne, de így a Janit elhallgatva néha én... Nem tudom, nekem most így inkább itt jobb. Ez az egyik, a másik. Már hogy nem azért, hogy neked rossz, csak hogy... Nekem egyáltalán rossz. Itt a második az megint nagyon jó. Jövünk ki. Csak nem, hanem hogy én nem biztos, hogy azt a fajta életmódot tudnám csinálni, amit tett. Meg ezt a... Nagyon jó színházba dolgozni, és nagyon jó színésznek lenni. Igen? Igen. Szóval, hogy irigykedem veled egyébként, hogy te színész lehetsz, csak maga az, hogy ennyi szöveget tanulni, hogy éjszakában nyúlóan... Nem ez a lényeg. Sok-sok-sok versünnep fiataljai közül mindig szeretnénk néhány fiatalt rávenni arra, hogy ezt a szép hivatást válassza, úgyhogy... Kiegészíteném annyival a CV-t, hogy szerintem amúgy a CV teljes mértékben a szakmájában van és a helyén, tehát én hangilag szoktam embereket megfigyelni, ugye, hogy a hangja milyen, hogyan beszél, hogyan hangsúlyoz, és a Szilvi tipikusan televíziós. Köszönöm. És a jó értelemben, és a pozitív értelemben, úgyhogy én el se tudnám képzelni, mert szerintem ő képernyőre teremtetett, úgyhogy szerintem ez így mindenképpen. Csak nem a filmekben, igen. Köszönöm pozitív, szépen. Igen. Köszönöm. Na, a másik része pedig az lett volna, hogy
hogyha visszagondolok arra, hogy mondjuk milyen negatív tényezők értek így az elmúlt évek során, vagy akár így az életemben, ami lehetne másképpen, ha azt mond, vagy arra gondolunk, hogy egy autista kislányt nevelek, akkor ezt semmiképpen nem csinálnám másként, tehát hogy ez, ennek így kellett lennie. Meg ugye az, hogy volt egy ilyen betegségem, én azt gondolom, hogy ez is olyan, hogy ha most a rossz dolgokat nézzük, ugye már sokszor megbeszéltük, hogy akkor mindenből ki kell hozni a jót, és én azt gondolom, hogy személyiségileg sem, meg egy csomó minden tekintetben nem tartanék ott agyban, ahol most vagyok, mert például nem biztos, hogy a fogyatékosságot érintően ennyire elfogadó lennék, vagy valahol biztos, csak nem biztos, hogy ennyire átélném ezeket a helyzeteket. Meg hát a másik betegség kapcsán is azért egy csomó mindent én úgy gondolom, hogy azóta sikerült pozitívan átélnem, vagy megváltoztatnom az életemben, úgyhogy egy csomó mindent viszont nem változtatnék. Köszönöm. János. Visszatérve Szilvire, szeretném elmondani a kedves televízió nézőknek, hogy nagyon jól érzem magam, és nagyon-nagyon örülök annak, hogy a Vörösmarty Színház színésze lehetek, és ez tényleg egy nagyon szép és gyönyörű pálya. Természetesen nyilván vannak nehézségei, meg buktatói, de hát meg bájának nincsen. De visszatérve a kérdésre, hogy én, nekem gyerekkoromban az volt az álmom, hogy színész legyek. Tehát nekem nem volt B variáció, én csak erre, és kizárólag csak erre fókuszáltam. Nekem ez volt a nagyon nagy álmom, és én ezt megkaptam az élettől. Amin gondolkozhatok, vagy gondolkozhatunk, hogy éppen mely városban tehetem ezt. Ugye több városban is voltam már, és játszottam a pályám során, de én azt gondolom, hogy nem véletlen az, hogy Székesfehérvárra kerültem, hogy a Királyok városában lehetek ilyen színész, és hát több mint két évtizede. És hogy én nem változtatnék, tehát a nehézségeimmel, a buktatóimmal együtt is azt gondolom, hogy mind tanítás céljából kaptam, és azért, hogy fejlődjek és tanuljak, akár emberileg, akár szakmailag. Úgyhogy én ezzel nem is gondolkoznék, hogy mi lett volna. Ha én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok jót kaptam az élettől, kapok is folyamatosan, nyilván nehézségeket is, de hát pont azért szép az élet és csodálatos szerintem, hogyha te szavaiddal élve, vagy kihívásokkal kell élni, szerintem ez így szép és így kerek, és majd elmesélem neked, Szilvi, hogy miért is gyönyörű ez a pálya. Megvan az adás utáni beszélgetés. Csak hogy nekem nehéz lesz. Csak te játszasz most a filmben? Nem. Nem fogsz játszani a filmben? Nem, engem játszanak. Képzeljétek el, hogy komolyan? Hát ezt ti nem is tudjátok, mert hogy híradásokban elmondtuk sokszor, hogy a Varga Gabriella színművésznő engem alakít. Egyszer csináljuk meg egy olyan műsort, hogy megcsináljuk a szerepeinket. De mert hogy? Ez hát, hogy én beülök Keller Jan, tervezze Tornyai Gábor. Tehát, hogy eljátszod helyettem a szerepet? Tehát, hogy eljátszod a színpadon helyettem a szerepet? Nem, hogy itt a műsorban. Ja. Ja, tehát, hogy én válaszolok, mint... Egymásról beszélünk. Mint Gábor atya? Igen. Egyre jobb lesz. Egyre extra. Ezt még dolgozzuk. Igen, ezzel még dolgozni kell. Ez egy publikus válasz volt. Köszönöm amúgy, János, nagyon jó hallani olyat, hogy valaki ennyire a helyén van. Én ezt mindig olyan örömmel hallom, hogyha az ember tudja, hogy erre született ez a hivatása, és elégedett a életével. Most csak bízom benne, hogy erre születtem. Tehát azért még ez, nagyon életem végig tanulni kell ezt a pályát, tehát nincsen plafon. Igen. Mindig ezt mondom, tehát majd bízom benne, hogy majd kiderül. Olyan, mint egy jó pap, nem? 100 év múlva, hogy valóban is. Ez tényleg így van. Ezt szerintem amúgy mindannyian bármi legyen is a szakmánk, egész életünkben tanulunk, és ez így is van jól. Tanuljuk önmagunkat, a környezetünket, a világot, és szerintem ez rendben van így. Záró kérdés következik, ugyanis megint elrepül az adásidő nagyon gyorsan. Azt szeretném tőletek megkérdezni, és ezt a nézőknek közvetíteni. Én mindig azt mondom, hogy nem csak egy fogyatékossággal élő lehet képes bármire, csak másképp, hanem ezt mindig kiszoktam vetíteni az épekre, a többségi társadalomra is, hogy igenis egy ép ember is lehet képes akármire, csak az ő maga módján, a maga életében, a maga személyiségében, avagy a maga sajátos nehézségeivel másképp lehet képes. Ez is egy kicsit egy ilyen elgondolkodtató kérdés lesz. Szerintetek ti mire vagytok magatokban, a személyiségetekben, avagy a szakmátokban képes, csak egy kicsit lehet, hogy mondjuk ezt ti másképp csináljátok, mint mások. És azt gondolom, hogy hát, ha ebből a nézők is tudnak merítkezni, hogy lássák, hogy tényleg mindenki képes lehet, csak másképp.
Én például akkor kezdem a sort. Én tudok kertészkedni vakon, csak másképp. Ahogy ezt említettem. De hogy a viccet félretéve, tehát hogy mi az, amiben azt érzitek, hogy ti is képesek vagytok, csak lehet, hogy ti magatok módján másképp csináljátok el. Kezdtem én? Persze. Én azt gondolom, hogy mindenki képes arra, hogy önzetlenül adjon a másik embernek. És természetesen azonnal ki is hangsúlyoznám, hogy nem anyagi dolgokról beszélek. Konkrét saját példa, hogy én azzal tudom meghálálni az emberek és a közönség szeretetét, például többek között, hogy kitalálok olyan meglepetés dolgokat, ami nekem nem kerül pénzbe, mégis a szakmámhoz kapcsolódik, például visszatérve erre a nőnapi koncertre. Kitaláltam, megszerveztem, és azt gondoltam, hogy szeretnék átadni egy ajándékot. Hiszen én is annyi ajándékot kapok a közönségtől, annyi szeretetet, és az a legfontosabb, hogy azt gondolom, hogy én meg ezzel tudom viszonozni, és nem kerül pénzbe. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy erre mindenki képes, hogy önzetlenül adjon a másik embernek. És most éppen a szakmámból kifolyólag, de mondhatnám azt is, amikor önkénteskedtem több területen is, hogy szerintem az nagyon sok ember, én azt tapasztalom, hogy elvár az élettől. Tehát elvárja azt, hogy ő kapjon, hogy neki ez jár, hogy mindent megkapjon az élettől. Én meg ezt fordítva gondolom. Azt gondolom, hogy először talán egy kicsit kéne adni, és aztán úgyis majd az ember valamikor, valamilyen úton, módon visszakap. Lehet, hogy ez egy köszönöm. Uh-huh. De az éppen elég lesz szerintem arra, hogy egy újabb nehézséget majd aztán meg tudjak oldani, vagy tovább tudjak lépni. Nekem például rengeteg erőt ad az, hogy mondjuk megyek a főutcán, és akkor megáll itt egy kedves néző, és elkezdünk beszélgetni színházról, vagy bármi másról. És akkor úgy megyek tovább, mondjuk az esti előadásra, hogy feltöltöttem, kommunikáltam, lehet, én is tudtam mondani csak egy gondolatot, ami esetleg az ő nehézségén segít. Úgyhogy én ezekben hiszek, hogy ilyenre mindenki képes, és erre biztos. Köszönöm. Hogyha ki kéne emelnem egy-két dolgot, én én nem vagyok olyan nagyon elégedett magammal soha. Tehát, hogy nem tudom soha azt mondani, hogy hú, ezt most annyira jól csináltam, és ez most olyan jó volt, és hogy ez most lehet, hogy levezetek egy híradót Baki nélkül, de nem biztos, hogy azt gondolom, hogy ez volt a világ legjobb híradós műsorvezetése. Mondjuk sokan mondják rólam ezt, meg ahogy most ugye mondtad ezt a hangi adottságot, tényleg sokan mondják, hogy na hát te nagyon jól csinálod ezt, meg nagyon jól csinálod azt. De én nem vagyok soha ez a maximálisan megelégedett. Az lehet, amit én érzek magamon, hogy talán így a személyiségemből fakadóan van egyfajta olyan kommunikációs készség, ami most így emberi kommunikációra, kapcsolatokra gondolok, hogy nagyon sokan, én úgy érzem, hogy szeretnek, és én is nagyon sok mindenkit szeretek. Tehát, hogy nem nagyon van olyan, hogy valaki azt mondom, hogy fú, hát ő vele nem fogok szóba állni. Én általában mindenkivel ilyen nyitott vagyok, és amire büszke vagyok, az, hogy talán az az ötletem, ami mondjuk például most itt az Ölelés az Elfogadásért című rendezvény, amit majd most már, hogy elmaradt ugye sajnos a tavaly, de szeretném mindenképpen idén ezt bepótolni, hogy ez olyan a kommunikáció révén, meg a kapcsolataim révén olyan tömegeket sikerült megmozgatni, és tudom, hogy most is, amikor elmaradt, akkor is az volt, hogy miért marad el, mindenki felháborodott úgy hirtelen, hogy miért kell, hogy elmaradjon, de aztán így emberi okokból így inkább átgondoltam, és hogy nagyon sokan jelezték akkor is, hogy de hát mi ezt nagyon szeretnénk, és azóta is egyébként többször is most az elmúlt hetekben is jöttek már a kérdések, hogy mikor lesz, mert szeretnénk, tehát hogy ez a közösség kovácsolás, ez valahogy olyan jó érzés, hogy tényleg egy bizonyos jó ügyért, ahogy te is, tudunk tenni valamit. Köszönöm. Én gondolkodtam, hogy mi az, amit ide tudnék hozni, és egy picit a ti gondolataitokhoz kapcsolódik. Azt gondolom, hogy mindenki képes arra, hogy gondolkodjon és hogy beszéljen. Amiben valahogy így szólt a kérdésed, hogy picit különlegesebb vagy jobb képességem van az, hogy kimerek állni és merek beszélni. Mm-hmm. És azt hiszem, hogy nagyon érdekes így ezt megtapasztalni mondjuk másokban, akár paptársaimban, akár mondjuk a civilekkel vagy világiakkal, hogy amikor mondjuk ki kell állni, és amikor meg kell szólalni, akkor mennyire megijednek attól, hogy mondjuk csak annyi, hogy kiállok és felolvasok egy szentírási szöveget egy csomó ember előtt.
És hogy amikor elkezdik megtanulni, hogy hogyan lehet kiállni, hogyan lehet megszólalni, van egy idő után egyfajta biztonság, és akkor ez kiderül, hogy tulajdonképpen ők is képesek arra, hogy úgy szólaljanak meg. Szóval azt hiszem, hogy ez a gondolkodás képesség és a gondolatok átadásának a képesség. Mert szerintem mindenki képes, csak el kell hinni magára, hogy ő képes rá. Ez egy nagyon fontos dolog, igen, és hogy milyen nehezen beszél ugye az ember arról, hogy mire is vagyok képes, pedig szerintem egy jó és egészséges büszkeség önmagunkra, és elfogadás és elégedettség az mindig szükséges, hogy igenis elhiggyük, hogy képesek vagyunk. András. Sok minden elhangzott, én azt emelném ki, hogy egy kicsit az odafigyelés képessége a másikra, hogyha ez tudna erősödni, azt szerintem nagyon jót tenne a mindennapokba, és ez valójában az élet minden területére igaz. A fontos dolgoktól, a közlekedésen keresztül gyakorlatilag, ha ebbe picit tudnánk fejlődni, akkor szerintem az jótékony hatással lenne az itt együttélésünkre. Másorban pedig, ami kicsit ránk magyarokra jellemző, hogy buskomoran vagyunk képesek mindent szemlélni. A János is utalt, hogy persze ez nem azt jelenti, hogy most akkor hirtelen azt mondjuk, hogy minden tökéletes, mert nem az, meg minden hiba nélkül, mert nem az. De miért mindig ezt keressük? Tehát miért nem azt keressük, hogy most gyönyörűen süt a nap? Hogy a fák elkezdtek rügyezni, majd megjelentek az első virágok. Hogy milyen fantasztikus, hogy az április elején volt pár olyan napunk, amikor már teraszokon lehetett ücsörögni, találkozni a barátokkal, jót beszélgetni, jól érezni magunkat. És ez valójában lehetőségként ott van mindenkinek, mert mindenkinek aznap ugyanúgy sütött a nap, ugyanúgy gyönyörű volt a természet, ugyanúgy lehetett egyet sétálni, ami semmibe nem került, csak egy kis odafigyelésbe, egy kis helyzetfelismerésbe és egy kis igényességre magunkkal vagy a saját családunk irányába, hogy menjünk el egyet sétálni. És ez nem azon múlik, hogy egyébként minden rendben van-e, vagy mi van akár az egészségünkkel, akár az egzisztenciánkkal, akár a munkahelyünkön, mert mindenkinek megvannak a saját életében a saját problémái, nincs problémamentes emberi szituáció. De nem feltétlenül ezt kéne mindig előhozni, néha elő lehetne hozni az, ami itt van. Talán azt mondhatjuk, hogy gondviselésnek köszönhetően gyönyörűen a környezetünkben, és ezt megélni, és hogyha ezt képesek vagyunk, akkor hirtelen kiderül, hogy több lesz a mosoly, és ha több lesz a mosoly, és oda is figyelünk egymásra, akkor mindenki képes lesz egyre több dologra. Ez is egy nagyon jó végszó, köszönöm szépen. Szerintem egyszer élek ezzel valami kis program kapcsán, hogy mindenki képes, és minél több dologra, ráadásul pozitív dologra. Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést, és köszönöm, hogy ilyen őszintén és nyíltan válaszoltatok a kérdéseimre, illetve részt vettetek a kis játékomban, azt is köszönöm. Én kívánok nektek napsütötte, és nagyon pozitív, és nagyon meleg, harmonikus tavaszt és nyarat előre. Várom a következő találkozást majd. Köszönjük szépen, és azért azt mondjuk el szerintem, hogy ki lesz a következő műsorvezető. Így van. A következő műsorvezető nem más, mint dr. Cserpalkovics András polgármester úr, Székesfehérvár megyei jogú városának önkormányzatának polgármestere. Ő lesz, aki várja önöket. Én köszönöm szépen a figyelmet, és önöknek is csodálatos tavaszt és nyarat kívánok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.